Csak vissza kell adni a pedagógusok kezébe azokat az eszközöket és lehetőségeket, amelyek egyébként régen megvoltak, és amelyek által működött az oktatás, és jól működött. Mert én egy olyan oktatásért szeretnék tüntetni, ahol nem kell sztrájkolni, nem azért, hogy majd sztrájkolhassak, hogy a tanára szeretnék. A fegyelmi büntetést azt visszavezeti a kormány a pedagógussal szemben, nem a rendetlenkedő gyerekkel szemben, nem. Azzal nem csinálunk semmit. A magyar kormánynak kettő dolog kell. Olcsó munkaerő és könnyen befolyásolható szavazóbázis, aki majd őket újra megválasztja. Ne legyenek intők, ne legyenek beírások, csillogó-villogó iskolák legyenek látszólag. Az, hogy mi van a mélyén, az egyetlen nem lesz fontos. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Mi Hazánk Ifjének az új videójában. Most ez egy rendkívüli videó lesz, hiszen a státusztörvénnyel kapcsolatban nem mi mondjuk el azt, hogy mi a véleményünk erről a törvénytervezetről, vagy tulajdonképpen mi is ez a törvénytervezet, hanem két érintett vendéget hívtunk meg ebbe az adásba. Először is bemutatnám a vendégeinket. Itt van velünk Gulyás Anita, aki aktív tanár. Itt van velünk Vörös Attila, aki tanárszakos hallgató. És hát itt van kérdezőtársam Pércsi Viktória, a Mi Hazánk Ifjének alelnöke. És szintén itt van Binder Csaba, a Mi Hazánk Ifjei elnöke. Így van. Szerintem vágjunk is bele. Én azzal kezdeném ezt a műsort, hogy megkérjük a két vendégünket, hogy nagyon röviden mutassátok be magatokat, hogy mióta is tanítotok, vagy mikor kezdtétek a tanulást, a tanári pályára való felkészülést. Pár szóban, Anitával kezdjük. Én biológia-kémia szakos tanár vagyok, most már 15 éve tanítok egy falusi iskolában, ott vagyok állandóra alkalmazva, és óraadó voltam a környék 8 iskolájában, úgyhogy egyébként így a megye kicsit szélesebb tartományát is ismerem. A harmadik osztálytól nyolcadik osztályig tanítok, úgyhogy nem csak biológiát, kémiát, hanem természetismeretet, környezetismeretet, illetve hát voltak már etika tárgyam is volt, illetve fizikát, hiszen nincs fizika szakosunk, úgyhogy most már jó pár éve fizikát is tanítok. Lényegében ennyi. Attila. Kémia, fizika, tanárszakos hallgató vagyok a Szegedi Tudományegyetemen. Az egyetlen vagyok most a 6 éves, még előző 6 éves ciklusban. Senki más nincsen már, aki kémia-fizika szakos lenne. És az országban is az elmúlt 7 évben összesen 7 jelentkező volt ilyen szakokra. Ez jól leírja a magyar természettudományos oktatás helyzetét. Én szeretnék tanítani, hogyha elvégeztem az egyetemet. De a mostani eseményeket látva ez erősen kérdéses, hogy mondjuk mi, akik sok gyereket szeretnénk, mi családközpontú, konzervatív emberek, tudunk-e úgy tanítani, hogy közben a fizetésünkben nem lehet eltartani egy nagy családot. Anitához fordulok egy kérdéssel, hogy vajon mi lehet annak az oka, hogy Attila egyedülként van az ő szakján, miért nem választják a fiatalok ezt a szakmát? Igen, ez a probléma már a mi időnkben megkezdődött, mi is annak idején hárman végeztünk kémián, és talán 10 biológián. Már akkor is látszódott, hogy az oktatás az nem az a szakma, amivel nagyon jól lehet keresni, és nem tudom, milyen célokat el lehet érni, viszont ezt mi elkönyveltük, tudtuk, és nem is a nagy kereset vonzott minket, hanem egyébként pont amit mondtál, hogy ez egy családcentrikus munkahely volt, és ugye akkoriban 20 órát kellett tanítani, és a többit pedig az otthoni készülésre használhatta fel a pedagógus, ami nyilván egyet jelentett azzal, hogy akkor a kisgyermekeivel nyilván valamennyire tud foglalkozni, tehát mégsem a munkahelyén tölti ezt az időt, úgyhogy ez is vonzó volt egyébként. Meg a megbecsülés, a szakma megbecsülése engem nagyon vonzott, tehát én 8. osztályban elhatároztam pont abban az iskolában, ahol jelenleg tanítok, hogy én ide vissza szeretnék kerülni, és biológia tanárként szeretnék ide visszakerülni, és azért meg is tettem mindent, tehát én már középiskolába is úgy jelentkeztem, hogy pedagógiai szakközépiskola, és teljesen célirányosan tanultam ezt a két tárgyat. Viszont nagyon sokat változott azóta az oktatás helyzete, és igazából az is, ahogy a gyerekek viselkednek, és egyre több mindent szabad nekik megengedni. Nyilván erről hosszasan fogunk majd beszélni, de
ezért nem választják. Én úgy gondolom, mert már nincs tisztelet ennek a szakmának, és amellett nincs bér. Tehát, hogy mi vállaltuk azt, hogy jó, hát azért tényleg valljuk be, kevesebbet kell dolgozni, mert hogyha 20 órát ott és 20, másik 20-at otthon, az azért jóval kevesebb, tehát mondjuk egy családanya számára ez tényleg egy vonzó lehetőség, és amellett nyilván szeretünk magyarázni, oktatni, szeretjük a kisgyerekeket, vagy már az idő, vagy a nagyobb generációt is. Most már ezek, hogy felemelték, ugye 32 órát kell most már ott tartózkodni, most a státusztörvénynél úgyis el fogjuk mondani 45 vagy 48-at is, a munkahelyen kell majd lenni. Viszont a fizetés alig emelkedett, tehát az inflációt az soha nem követte, és egyre inkább a reálértéke csökkent a fizetéseknek. Én Attilához fordulnék, majd, hogy nem ugyanezzel a kérdéssel. Neked mi volt a vonzó ebbe a szakmába, és szerinted más fiatalnak miért nem vonzó ez a szakma? Hát nekem az volt vonzó ebbe a szakmába, hogy én szeretnék emberekkel foglalkozni, és úgy gondolom, hogy a sokat nem is keresünk ezzel a szakmával, de egy-egy mosoly, amit a gyerekektől kaphatunk, az sokszor fölér sok százezres fizetéssel. Vagy az, hogyha azt látjuk, hogy egy tanítványunkból orvos lesz, mérnök lesz, tanárnak megy esetleg, tehát az egy nagyon nagy tisztelete a mi munkánknak. Hogy miért nem jönnek ide sokan? Ugye nagyon kicsi a társadalmi megbecsülése ennek a szakmának most. Egy idős tanáromtól hallottam, hogy az ő idejében, amikor ő volt középiskolás, megkérdezték ott a legjobb diákokat, hogy és ti mik szeretnétek lenni, és három dolgot mondhatott egy jó diák, ő orvos szeretne lenni, tanár szeretne lenni, vagy mérnök szeretne lenni. És ez a három, ez egy szinten volt, mármint társadalmi megbecsülésben. Na mostanra az orvosok és a mérnökök sokkal nagyobb társadalmi megbecsülést élveznek, hogyha én valakinek elmondom, hogy tanárszakos hallgató vagyok, akkor azonnal megkapom, hogy elment neked a józan eszed, hogy ilyen fizetések mellett ennyi problémás gyerekkel, most a Covid még rárakott a problémás gyerekekre egy lapáttal, mert az a két év otthonlét az több százezer gyereket tett tönkre. És egyszerűen nem értik, hogy ember miért választja ezt a szakmát. Hát szerintem elhivatottságból. Egyébként az egyetemen beszélgetve a szaktársakkal azt tapasztalom, hogy nagyon sokan abba a cipőbe járnak, hogy ők szeretnének tanítani, ők érzik magukba az elhivatottságot, a késztetést, hogy tanítsanak, csak ilyen helyzetben ők se engedhetik ezt meg maguknak. Tehát amikor mondjuk már a gyerekeidnek a jólétére megy az rá, hogy te tanítasz-e vagy nem, akkor nem szívesen vállalod ezt a pályát. Hát mielőtt rátérünk úgy alapvetően a fő témánkra, a státusztörvénynek a részletes boncolgatására, előtte egy nagyon fontos aspektus még mindenképpen meg kell kérdezzek, ez pedig az, hogy a pedagógusok és a kormány között, aki ugye most egy a pedagógusok teljes életére nézve egy változtatást akar behozni ugye a státusztörvény formájában, a pedagógusok és a kormány között van-e párbeszéd? Ti tudtok-e ilyenről? Vannak-e a pedagógusoknál jól működő szakszervezetek? Vagy nektek ezekről mi a véleményetek? Nagyjából így ez lenne, amit így kérdeznék mindkettőtöktől. Én azt veszem észre, hogy a szakszervezetekhez egyre kevésbé akarunk csatlakozni. Az, amit ők képviselnek, meg ahogy tüntetéseket bonyolítanak, az egyre kevésbé vonzó. Igazából majd, hogy nem megalázzák a pedagógus társadalmat, tehát, hogy amilyen tüntetések voltak mostanában, és akkor ez ehhez csatlakozó ilyen nőegyleti, nem tudom milyen egyéb kiegészítő tüntetők, már olyan, de tényleg ott tartunk, hogy már szégyeljük ezeket, amikor megjelennek Facebookon, mert hogy az látszik, és azt írják rá a kommentelők, hogy mit képzel a pedagógus, hogy ilyen trágár szavakat használ, olyan transzparenseket, amit nem vállalnám fel soha, hogy ilyeneket kiírok, és nem is tetszik, hogy ezek úgy mennek ki, hogy na, a pedagógus így gondolja, és nem így gondoljuk, és nem így beszélünk, van probléma, de azt nem így kell kommunikálni, és nem így kell közvetíteni. Tehát akikkel én beszélek, meg tartom a kapcsolatot, vagy kollégáim éppen pedagógusok, ők ezt nem tartják, és én magam sem tartom ezt annak, hogy felvállalja valaki a pedagógusok a hátrányait, tehát ez nem az, ez nem képviselet. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon a pedagógusoknak igazi érdekképviseletük, szakmai érdekképviseletük nincsen.
Ezek a szakszervezetek, akikről most beszélünk, ugye a PS és a PDS, ezek ilyen párt érdekeket képviselnek, tudjuk is, hogy ki melyik párthoz áll közel, és ők a tanárok ügyén keresztül szeretnének kormányt buktatni. Na most azt meg kell érteni, hogy ebbe az országban lakik 3 millió fideszes. Ha mi úgy megyünk ki az utcára, hogy mi a tanárok ügyével kormányt akarunk buktatni, akkor 3 millió, velünk egyébként lehet, hogy egyetértő embert elvesztettünk. Tehát ezek a szervezetek csak ártanak. Arról nem is beszélve, hogy az a trágárkodás, amit leműveltek például, szerintem az Magyarországon az emberek 98%-át sértette. Tehát ha megnézzük azt, hogy például 56-ban a falakra nem azt írták ki, hogy ruszkik elmentek ti a jó édes tattara, 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 hanem azt írták, hogy ruszkik haza. Tehát Magyarországon az a stílus, hogyha én nem is értek valakivel egyet, ellenségek vagyunk, akkor is tisztelem az ő álláspontját annyira, hogy nem arról beszélünk a Kossuth téren, hogy ki kinek a miét hol. De ez nem csak a nemzettemplom előtt szégyen, de egy legutolsó borsodi zsákfalunak a WC-jében is elég ciki. Igen, meg főleg úgy, és nagyon kellemetlen, hogy pont azok mellett akarnak ilyen szavakkal, meg ilyen stílusba kiállni, akik egyébként a feljövő nemzedéket nevelik, és nyilván ebből az jön az átlag embernek, hogy ma már a pedagógus így beszél, így viselkedik, mert hogy így is tüntet, de nem, mert ezek nem mi vagyunk. Úgyhogy ezzel hatalmas problémák vannak, hogy így állnak mellénk. A tanártüntetések állandó résztvevői a szivárványos zászlók, aminélkül nem lehet igazi tanártüntetést tartani. Ezzel csak az a baj, hogy az ország közel kétharmad ezektől írtózik, ezektől a jelképektől. Annak miköze a tanári béremeléshez? Hát igen. Miköze a tanári pálya presztízsének a visszaállításához? És miköze annak, hogy a Karmelita előtt áll egy kordon, vagy nem? Szerintem ennél ezerszer fontosabb kérdések vannak, mint hogy most ott fönt áll-e valami, vagy nem. Hogyha már a tanártüntetéseket így felhoztuk, akkor mi gondoltok arról a véleményről, hogy ez a kordon, ami a Karmelita előtt áll, az tulajdonképpen egy gumicsont. Tulajdonképpen egy színpad, amit a kormány ácsolt a baloldalnak, és sajnos a baloldal által sokszor, hogy mondjam, megtévesztett pedagógusoknak és diákoknak, akik ugye tüntetnek egy kordon ellen, gyakorlatilag kontraproduktívvá téve az egész ott létüket, de ugyanakkor pedig semmiben nem változik, hogyha kordont lebontják, pedagógusok helyzete nem oldódik meg. Mit gondoltok erről a vélekedésre? Hát szerintem a Fidesznek van egy nagyon jól bevált módszere arra, hogy a társadalmi ellenállást és a társadalmi elégedetlenséget hogyan kell letörni. Ha van egy jogos társadalmi elégedetlenség, amelé odaáll sok ember, akkor csak oda kell küldeni a baloldalt, oda kell küldeni Hadházi Ákost, Kunhalmi Ágnest, akkor megjelennek a trágárkodók, a helyesírási hibák, és ők olyanok, mint egy anti-mágnes, hogy így bemennek, és az emberek fejvesztve menekülnek hazafele. De hát azt elérték, hogy egy több millió embert, mert tényleg arról van szó, a magyar oktatás az mindenkit érint. Mindenkinek van az oktatásba eltöltött tapasztalata, és mindenkinek a gyereke, unokája oda fog járni. Ez 10 millió embert érint Magyarországon. Ők ebből a 10 millió emberből csináltak egy 30 ezer belpesti liberálist, akiknek jó ötletnek tűnik maszkba a rendőröket provokálni. És aztán az egész világ sajtónak arról beszélni, hogy itt rendőrök gyerekeket vernek. Hát igen, és pont a lényegről terelik el a figyelmet, tehát hogy a konkrét problémákkal nem foglalkoznak, de a probléma egyébként nem a státusztörvénnyel jelentkezett, ugye sokkal régebbi. Tehát én ezt sem értem, hogy most Novák Katalin megkérdezte a pedagógusokat, hogy ugye lement, vagy oda ment közéjük, és hogy hát akkor mi a probléma? Ez most kérdezzük meg. Tehát elég nagy baj van, hogyha ő nem tudja pontosan, hogy mi a probléma, és még nem jutott el a Fideszhez, a kormányhoz, hogy mi az oktatással, mi a pedagógusok probléma, és nem csak a pedagógusoké egyébként, szülőké és gyerekeké is, tehát rengeteg gyerekkel beszélek, és nem is csak a tanítványaimmal, mert ők még viszonylag kicsik. De jönnek hozzám, most is érettségi szünet volt, és jönnek hozzám vissza 11-esek. Ők már azért sokkal jobban átlátják ezeket a problémákat, és ugyanúgy megfogalmazzák ugyanazokat a dolgokat, amiket mi is, tehát hogy ugye az integráció problémáját, a fásult tanárok problémáját, hogy már csak külön órával és külön tanárral lehet felkészülni egy érettségire. Úgyhogy... bőven van itt probléma, és nem most kell észrevenni, hanem már bő 10 éve mindenképpen. De inkább azt megelőzően, hát mert nekünk sem hárman kellett volna végeznünk kémia szakon 15 évvel ezelőtt.
Igen, tehát az oktatással számos probléma van a tanárok bérezésén kívül. Beszélhetünk itt arról, hogy a gyerekeknek miért kell reggel 8-tól délután 4-ig bent lenni az iskolába, és utána még otthonházi feladatot írni. Beszélhetünk arról, hogy a tanároknak miért ekkora a leterheltsége. Beszélhetünk arról, hogy miért kell például a szocialisták által meghamisított történelmünket tanulni még ma is. Beszélhetünk arról, hogy a tanároknak miért ilyen a fizetése, és még felsorolhatnánk kismillió dolgot. Milyen a biztonság az iskolákban például. És azt profin intézik a tanártüntetők, hogy ebből az egész komplex kérdésből, amit tényleg ki lehetne beszélni, lehetne róla vitatkozni, sok embert érint ez a téma, ebből csinálnak egy munkajogi kérdést, hogy a sztrájk alapjog. Amivel rendben, hogy egyetért az ember, de szerintem egy oktatási tüntetésnek nem arról kéne szólni, hogy a sztrájk alapjog-e. Mert én egy olyan oktatásért szeretnék tüntetni, ahol nem kell sztrájkolni, nem azért, hogy majd sztrájkolhassak, hogy a tanár leszek. Ha már tüntetések, jog, kormány, mi is az a sokszor emlegetett státusztörvény, mik a fő pontjai, és mi számotokra legfelháborítóbb benne? Hát én ezzel részletesen foglalkoztam, pont azért, mert nagyon sok pedagógus társam fordul hozzám. Én azért viszonylag szókimondó vagyok, és az igazságérzetem nagyon erős, úgyhogy én... Már megtapasztalták a kollégák, hogy akár az igazgatót, vagy a fenntartót is számon kérem, hogyha ha igazságtalanságot érzek, és bőven éreztem igazságtalanságot az elmúlt 15 évben, ahogy most is, úgyhogy ennek azért nagyon, nagyon sok részlete van. Amivel mindjárt nyit, és hoztam egy kis puskát hozzá, de mindjárt amivel nyit ez a törvénytervezet, ugye itt az alapelveket lefekteti, és kiemeli, hogy... A pedagógus ugye úgy viselkedjen, hogy a köznevelésbe vetett közbizalom az erősödjön. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy a problémát megoldani kellene, nem szőnyeg alá söpörni azzal, hogy de nem beszélhetünk róla, és akkor nincs, akkor megszűnt a probléma, mert a pedagógus nem beszélhet már erről. Talán meg kéne nézni, hogy mik ezek konkrétan, mik ezek, és most én úgy gondolom, úgyis érinteni is fogjuk ezeket a problémákat. És ezeket rendbe kellene tenni, mert rendbe lehet tenni, tehát nincsenek itt ilyen egetrengető feladatok, csak vissza kell adni a pedagógusok kezébe azokat az eszközöket és lehetőségeket, amelyek egyébként régen megvoltak, és amelyek által működött az oktatás, és jól működött, és mindenki megtanult írni, olvasni, még akkor is, hogyha csak hat általános iskolája, osztálya volt. Jelenleg meg ott tartunk, hogy nyolcadikba is makog, és örülünk, ha egyáltalán hajlandó mondjuk írni. Hatalmas problémák vannak, és ezt nem fogja megoldani ez a mondat, hogy úgy viselkedjünk és úgy beszéljünk, hogy a köznevelésbe vetett hit az erősödjön, és ugye akkor szépen megy sorba, itt a 8.-9. paragrafusnál fel is hozza, hogy a magatartásunk, a pedagógus magatartás az korlátozható lesz. Miért a mi magatartásunkat kell korlátozni? Nézzük már meg, hogy hány olyan eset van, hogy egy gyerek, vagy akár ugye több is, terrorizálja az osztálytársait, vagy a fél iskolát. Tehát, hogy ezekkel a problémákkal kéne foglalkozni, és azért elég kevés, és lehet, hogy van olyan pedagógus, akire mondjuk vonatkozik, hogy tényleg, mit tudom én, eljárt a keze, vagy olyat mondott, hogy tényleg akkora lelki sérülést okozott a gyereknek. Nem mondom, lehet, hogy van ilyen, de iszonyatosan kevés, és azokat nyilván az ő munkáltatója kéne, hogy kiszűrje, és ez nem fogja megoldani. A másik ugye, hogy ellenőrizhető is lesz a magatartásunk, és pont azt beszélgettük itt az előbb, még kint a folyosón, hogy hogyan, hogy most akkor kamerát szerelnek fel, vagy lehallgatják a laptopot, telefont, de jelenleg ugye ott tartunk, hogy a gyerektől nem vehetjük el a telefonját, mert személyiségi jogait sérti. Hát nekünk beleírják, hogy tőlünk elvehetik, ellenőrizhetik, a mi személyiségi jogunk le is van írva, hogy korlátozható lesz. Ha szükséges, ha feltétlenül szükséges, na hát most ezt bármire rá lehet fogni, hogy hát ez feltétlenül szükséges volt, de még mindig úgy gondolom, hogy a probléma az, hogy a gyerekek testi épségét nem garantálja a kormány semmivel, mert hogy nincs eszköz a pedagógus kezébe, és ez egyre erősödik. Szerintem fölháborító az, hogy a kormány ellenőrizgetni akarja a tanárokat. Nyilván, hogyha egy tanárral probléma van, lássuk például Bite Zsolt esetét, aki ugye simán de bocsánat, hogy közben Bite Zsolt a TikTok csatornáján ezeket
megosztotta a széles nyilvánossággal. Szóval nem kell elvenni a telefonját, esetleg mondjuk ki kellett volna szűrni az ilyen beteg állatokat. Tehát szerintem az nagyon fontos lenne, hogy a tanárokat tényleg, aki oda kerül, vagy akár csak egy iskolába dolgozik, gondnokként, takarítóként, az meg legyen szűrve. Tehát ne kerülhessen oda bárki. De az, hogy ellenőrizgessük a tanárokat, illetve, hogy majd itt is lesz róla szó, hogy a munkaóráikat gyakorlatilag az egekig emeljük úgy, hogy közben a fizetésüket nem emeljük, vagy hogy bárkit bárhova beoszthassanak tanítani, akár több intézménybe, szerintem ez elfogadhatatlan. És hogyha valami nem vonz a tanárpályába, az pont az, hogy az legyen, hogy elmegyek egy iskolába tanítani, ahol mondjuk kedvelem a gyerekeket, és akkor egyszer csak azt mondják, hogy de hát itt a szomszéd faluba is át kéne járni. Egy-két osztálynak órát tartani. És ugye az úti költséget azt pedig nem szeretik fizetni. Pont ez a pont az, ami nagyon sokszor feljött még, hogy akkor most tankerületen belül bárhova titeket, pontosabban egyelőre csak téged, áthelyezhetnek évközben is akár. Hogy működik ez a gyakorlatban? Én, amennyire még emlékszem az általános iskolás éveimre, mi hozzászoktunk tanárokhoz, ezek a tanárok végigkísérték akár az alsós 4 évünket, vagy utána akár tovább is, és el nem tudom képzelni azt, hogy mi lett volna, hogyha a tanárunk évközben, vagy a 4 évközben hirtelen lecserélődik. Ez hogy néz ki gyakorlatban? Igen, hát ragaszkodnak persze, de nem is csak a kicsik, tehát a felső tagozatról is ugyanúgy elmondható. És ez oda-vissza működik. Most egy kolléga is ugye megszokja, hogy hol dolgozik, megszokja a munkatársait, mint bármilyen más munkahelyen, tehát ez a tanárnak is hátrányos, és a gyereknek is hátrányos, akkor felmerül a kérdés, hogy akkor kinek jó. Nyilván így próbálja a kormány megoldani azt a hibát, amit nem oldott meg régen, illetve nem is megoldani próbálja most, hanem csak így tüzet old hirtelen, hogy akkor szaktanár legyen itt is, ott is, amott is. Bele se gondol, hogy ez egyébként jó ötlete. Én voltam, talán mondtam is az elején, hogy voltam több iskolában óraadó a fix állásom mellett. Anyagi okai voltak, nem azért, mert ez egy tényleg pedagógiailag átgondolt és nagyon jó döntés, hogy én több iskolába járok. Nem, ez egy szükségmegoldás volt. Az iskola örült, mert volt szakos, ki lett pipálva akkor ez a dolog. Én hát örültem, ja, valamennyire igen, hogy nyilván valamiféle bérkiegészítés érkezett, de nem ez lenne a követendő, és nem ez lenne a cél, és gondoltam, hogy ezt meg fogják oldani. Ez nem megoldás, hogy pont ezt a rosszat, ami már kezdett kialakulni, ezt még el is várják. Tehát már nem csak az, hogy egy lehetőség, hanem kötelezően át lesznek irányítva a pedagógusok. Az a probléma, hogy megoldani ezt a helyzetet, hogy már nincsen szaktanár sok iskolába, nem lehet a hagyományos módszerekkel. Hát ezt már holnapra nem lehet így megoldani, igen, ezt rég kellett volna, és észre kellett volna venni, hogy a pedagógus képzés az micsoda hátrányokat szenved, és hogy mennyire kevesen jelentkeznek már. Igen, tehát sehogy nem lehet országosan 100 kilépő pedagógust 2-vel helyettesíteni. Akárhogy próbáljuk, osztódni még nem tudunk, de majd lehet, hogy megtanulunk. Tehát ez egyszerűen nem megy. Ennek úgy kellett volna működnie, hogy az elmúlt 30-40 évben a tanárképzést azt szinten tartják. Vagy az oda jelentkezőknek olyan kedvezményeket, olyan ösztöndíjakat adnak, illetve a tanároknak olyan fizetéseket, olyan megbecsülést, amiért az emberek ezt a pályát választják. De hát nem ez történt. Hát meg valahol aláírsz egy szerződést, és oda szól, vagy oda mész be minden nap, ugye, ott van a munkaköröd. Ez azért nem úgy van, hogy most egy tolvonással ezt megváltoztatják, és hát neked úgy is jó lesz, mert ugye a pedagógus már annyira nem veszik ember számba, hogy ez is számítson. Most talán annyit sikerült itt, talán a PDS-nek, PS-nek, nem tudom, voltak ilyen egyeztetések, és elérni, már csak szóba ígérték, hát szegény ember az, aki ígérni sem tud, és vannak olyan ígéretek, hogy hát csak járásba kell menni, tehát hogy nem az egész megyébe, vagy nem az egész tankerületbe, hanem csak így járási viszonylatban, és akinek kisgyermeke van, vagy alsó tagozatos gyermeke van, akkor nem kell, hogy menjen. De egyébként azt a problémát, ha nem oldja meg, amit felvetettél, hogy a tanulók viszont ragaszkodnak, és nem is csak az, hogy ragaszkodnak, hát problémák vannak, amit nap mint nap, óráról órára meg kell oldani, akár szünetben, akár tanórán, folyamatosan az egyik kollega megy a másikhoz. Nincs olyan, hogy el tudnánk fogyasztani egy 10 órait nyugodtan, mert 5-6 gyerek bekopogott a tanáriba, ez történt, az történt, amellett, hogy kint van az ügyeletes, és nyilván ellenőrzi a rendet, már amennyire ezt meg lehet tenni.
de ez hatalmas hiány lesz így a gyerekeknek, hogy nincs ott akár az osztályfőnök, akár az a szaktanár, akit keresnének. Tehát az iskolák azok nem csak oktatási, hanem oktatási és nevelési intézetek. És a nevelésben nagyon fontos az, hogy a gyerek az lásson maga előtt példákat, lásson maga előtt egy tanárt, azt ne csak úgy lássa, hogy az berohan a buszról, aztán kirohan a buszhoz óra után, hanem azt lássa a folyosón jönni, menni, lássa, hogy ő hogyan viselkedik, illetve a problémáival tudjon fordulni, hogyha esetleg valami kérdése van a tantárgyal kapcsolatban, akkor ne kelljen egy hetet várni, amíg elfelejti, hanem azonnal föl tudja azt tenni. Hát igen, és ez a folyamatos rohangálás, ez tényleg nem a minőségre megy, mert a másik iskolába oda megy a pedagógus, mivel kötelezték, majd le tudja, de hát most hogy végzel egy olyan munkát, amit a hátad közepére nem kívántál, oda kell menni, le tudod, kész, ott se vagy, nem nagyon fog érdekelni senki, még ha elhivatott is az ember, és tényleg ott is gyerekek vannak, nyilván ezt figyelembe veszi. De akkor is megy haza, siet haza a sajátjaihoz, mert tudja, hogy ott már lehet, hogy a Pistike meg a Gizike megint összevesztek, és tudjuk, hogy mind, meg tudom, hogy melyiknek, nem tudom, eltemette a kutyáját, és sírdogál, és még három pedagógusnak akartam mondani, hogy jaj, úgy bánjon vele, mert tényleg vannak ilyen családi vagy helyi kis problémái. Ezeket nem fogjuk tudni kezelni, mindenki rohan száz felé, és a gyerek fogja meginni, a gyerek is, meg a pedagógus is meg fogja inni a levét, és ezáltal a szülő is. Tehát akik hátradőlnek szülők, hogy ó, hát ez a pedagógus problémája, szépen oldja meg, mit érdekel engem. Eleve, hogyha nagyon sokan fölállunk és kilépünk ebből a rendszerből, ami már megalázó, tehát én úgy gondolom, hogy ez a státusztörvény aztán már tényleg az alja az egésznek. Tehát ebből a megalázó rendszerből, hogyha az ember feláll, kilép, és ha nagyon sokan vagyunk, akkor az ő gyermekével ki fog törődni. Hát ő hogy fog tudni elmenni dolgozni, hogyha a közelben nincs egy iskola, ahova odarakhatja a gyerekét, és nem lesz, aki oktassa. Nem is tudom elképzelni, hogy mi lesz ennek a sok kilépésnek, ami szerintem be fog következni, a következménye. Nem tudom, hogy még mennyit bír a pedagógus, hogy mennyien maradunk még a pályán, mindezek ellenére is, mert szerintem azt is próbálgatja a Fidesz, hogy mi az, amit még így le tud a torkunkon nyomni, meddig lehet elmenni. És ezért kéne, hogy minél többen ugye ellenálljunk, de nem ilyen tüntetésekkel, mint amit a PDS szervez, mert ez megint megalázó, tehát ott vagyunk, hogy sehol, hát egyik sem jó. Most, hogyha a csendben vagyunk és nem teszünk semmit, nyilván nem jó, de ezek a tüntetések sem. Igen, egy olyan nemzeti ellenállásra lenne szükség, ami tényleg vállalható. Programokra lenne szükség. Mert az, hogy kiállunk az utcára és ordítozunk, hogy szabad ország, szabad oktatás, attól még nem lett jobb az oktatásnak. És hogyha egy ilyen vértüntetőt megkérdeznénk, hogy hogyha holnaptól azt mondanák, hogy te itt dolgozol az oktatási minisztériumban, és mi lenne az első terved, akkor valószínű nem tudna semmit mondani. Tehát az lenne a feladat, hogy állítsunk össze egy olyan programot, amire igenis lehet hivatkozni. Arról lehet vitatkozni, el lehet mondani, hogy ez miért jó, ez miért rossz, és beindulni egy olyan párbeszéd, ami az egész ország ott. Elmondom én nagyon hamar egyébként, hogy lehetne ezt intézni, tehát hogy mik azok a problémák, amit nagyon hamar rendbe lehetne rakni. Egyrészt az, hogy lehessen nekünk nevelni, mint ahogy mondtad, ugye nem csak az oktatás, a nevelés szintere is az iskola. És amíg a pedagógus már hangosan sem szólhat rá az egyik gyerekre, aki éppen bántalmazza a társát, és ezt még inkább ugye erősíti ezzel a státusztörvényen a kormány, addig hatalmas gondok lesznek. Amikor azt látják itt ebbe a törvény tervezetbe, hogy a fegyelmi eljárást, a fegyelmi büntetést azt visszavezeti a kormány a pedagógussal szemben, nem a rendetlenkedő gyerekkel szemben, nem. Azzal nem csinálunk semmit, maximum elfordulunk, mert már rengeteg kollégám van úgy, nem, most nem pont ott, ahol éppen tanítok, mert hogy Dunántúlon nagyon sok kollégával tartom a kapcsolatot, és folyamatosan mondják ők is, hogy inkább már elfordulnak, ha probléma van, és hogyha két gyerek összeverekszik, mert ha ő oda megy, és szétszedi őket, és ne adj Isten, valahogy megüti véletlenül a másik, vagy a gyermeket, akkor már is jött a szülő reklamálni, és már is ő lesz a hibás, és akkor látjuk, hogy még fegyelmi eljárás is lehet a következménye, ami ugye 20%-os bérmegvonás, még az alacsony bérből még további bérmegvonás 6 hónapra. És amíg ezt látja a gyerek, hogy a pedagógus az ilyen, tehát nevelni akarja a kormány a pedagógusokat, és ilyen eszközökkel büntethető, addig még
még rosszabbul fog viselkedni. Tehát nem egy helyes viselkedést fog ezt produkálni, hanem azt mondja, hogy jaj, tanárnőt úgysem buktathat meg, úgysem nyúlhat hozzám, de nehogy rám kiabál, itt képzel, hogy rám kiabál. Tehát tényleg volt, hogy pedig férfi kollégámra úgy kiabált rá a gyerek, és olyan stílusba beszélt vele, hogy én szégyeltem magam helyette bent a terembe, folyosón hallottam, hogy mi zajlik, és felment a kollega szólni az igazgatónak, és mi volt? Ő lett leszidva, hogy hát biztos valamivel felingerelte azt a gyermeket, és egyébként is már korlátozza magát, mert hát mérgelődött ott a tanári, hogy szépen viselkedjen. Úgy, hogy szegény majd kicsattant az idegtől, hogy vele hogy beszélt az a gyerek. Úgyhogy igen, tehát egyik ez, hogy rendet tudjunk biztosítani, legyen rend és fegyelem, a másik, hogy ne be olyan iskolák legyenek, ahol beázik a mennyezet, csöpög mindenhol a víz, hiába vannak projektorok, hogyha vödröt kell aláhelyezni, hogy ne ázzon el. Pont most hallottam egy olyan iskoláról, ahol volt egy közbeszerzés, és beszereztek az iskolának egy projektort. És oda vitték a projektort, mondták, hogy fú, szuper, kihívták a szakembert, aki felszereli a plafonra, és azt mondta a szakember, hogy hát erre a plafonra semmit nem lehet felszerelni, mert ez azonnal leszakad, ahogy átfúrom. Tehát ennyit ért a projektor, amit még az iskola épületre se lehetett feltenni. Hát ez az, hogy az épületek sincsenek karbantartva, a tankerületek arra egyáltalán nem biztosítanak pénzt. Tényleg, amit az előbb mondtam, hogy ne legyenek beázások, és hiába van ott a csillogó-villogó tábla, ugye, meg az okos eszközök, hogyha ha ázik az egész, a gyerekek fáznak, mert az ablakokon akkora rés van, hogy nem lehet kifűteni, főleg aztán ugye most a fűtéssel is voltak, vagy a fűtéssel is voltak szabályozások, úgyhogy ezeket is rendbe kéne rakni. Mindemellett a tankönyvek, tehát hogy azon kívül, hogy legyen intézmény, meg legyenek olyan helyiségek, ahol lehet tanítani, amellett legyen miből tanítani. Mert jelenleg ugye ezek az office tankönyvek vannak, nem is nagyon rendelhető másik, teljesen ellehetetlenítették egyébként pont azokat a tankönyvkiadókat, akik, hát ugye nekem természettudományos tárgyaim vannak, és nagyon-nagyon jó szemléltető anyagaik voltak, digitális tartalmaik voltak, teljesen jól kidolgozták, tényleg olyan kis videók az adott témához, hogy végre már nem az volt, hogy a pedagógusnak kellett ezeket felkutatni. Rengeteg van, mert tényleg nekem is rengeteg van lementve, de jó, hogy ez még így pluszba jött hozzá. Na hát, ezeket már nem lehet rendelni. Hibásak a mostani tankönyvek, össze-vissza belekapnak egy-egy témakörbe, ott 3-4 leckerreig foglalkoznak vele, aztán már teljesen mással foglalkoznak. Úgyhogy használhatatlanok, hozzá a munkafüzet megint, rengeteg feladattal, de nem azt kérdezi, amit a tankönyv, és ugye azáltal nyilván a pedagógus megtanít, hanem totál mást, úgyhogy használhatatlan. Mi egy az egybe félre rakjuk, megmondom őszintén, hogy idén már meg is mondtam a kollégának, meglepődött, hogy nem adtam le tankönyvrendelést. Hát nem, azért nem fogom leadni a tankönyvrendelést, még ha ingyen is jön, hogy aztán papírgyűjtésbe adjuk le a tankönyveket. Hát nem fogom leadni, mert azért így nem pazaroljuk az állampénzét sem. De rettenet. És elő kell szedni, a szerencsére 10 éve félre rakott, nem mondom melyik kiadónak a tankönyvét. És nem csak nálam, ez a környékbeli más iskolában is így van, mert nagyon sok kolléga mondja, hogy igen, előszedik és abból tanulnak. És hát amellett írunk egy olyan bőséges vázlatot, amiből tanulni lehet. És nem elég egy csillogó-villogó okos tábla a falon, hogyha azt arra használják, hogy ugyanazt csinálják, amit a táblánál csináltak, csak most már digitálisan. Tehát arra szerintem a tanárokat meg kéne tanítani, erre kellenének továbbképzések, hogy ezeket az eszközöket hogyan kell használni. Az nyilván nem elvárható egy 50-60 éves tanártól, hogy ő tanulja meg saját kontójára, hogy a digitális táblával milyen csodákat lehet művelni. Tehát gyakorlatilag ott már tényleg minden elérhető, és nem csak arra lehet használni, hogy ott írjunk. Amit én még problémának látok, az, hogy ahogy most nekünk a tanítást tanítják, és ahogy lehet, hogy te nem, de ahogy a tanítást elvárják, az legalább 60 évvel ezelőtti színvonal. Ezt úgy értem, hogy a mai gyerekek már a tévé előtt nőttek föl, már a TikTokot használják, nekik az már nem érdekes, hogyha egy könyvből kell olvasni. És nem csoda, hogy a tanár nehezen tudja lekötni a gyereknek a figyelmét, hogyha egyszerűen a gyerekhez olyan módon viszik az információt, hogy ő azt már szinte felfogni se tudja. Azt konkrétan tudom, hogy például a mai kémia oktatás az körülbelül olyan 70 évvel van lemaradva.
Tehát amiket ma kísérleteket megcsinálunk, amiket ma be lehet mutatni, azt 70 évvel ezelőtt is meg lehetett csinálni. A fizika oktatás körülbelül 50 évvel, mindezt úgy, hogy ma már fillérekért lehet kapni olyan szenzorokat, ma már minden gyermeknek a zsebében van egy fizika laboratórium, amivel bármit meg lehet mérni. Tehát a mágneses indukciótól, a gyorsuláson át, a GPS adatokból sebességet lehet számolni, ezt mind-mind lehetne használni az órákon, és azt látjuk, hogy mégis mondjuk az érettségnek nem az a követelménye, hogy a gyerek megtanulja, hogy a világot hogyan tudja felfogni, hogyan tud olyan kísérleteket végezni, amivel megérti, hogy ott hogyan történik, hanem magolja be a könyvet, csináljon ilyen meg olyan feladatokat, és az kell az érettségire, hogy aztán fölvegyék az egyetemre. Nyilván ez tanár függő is, hogy ki hogy tanít, tehát követjük ezeket, rengeteg digitális tartalmat tényleg magunk szerkesztünk, de már magamon is észreveszem, hogy egyre kevésbé, hát sokkal több az óraszám, sokkal több a teher, nem érünk rá ilyenekkel foglalkozni, és nincs megbecsülése. Tehát addig, amíg Józsika repülőt hajtogat és körbeszaladgálhatja vele a termet 8-ba, szerencsére nem nálunk van, de és leülhet oda zongorázni, és zavarhatja olyan szinten az órát, addig hiába mutatsz digitális tartalmat, és tényleg én is QR-kódos feladatokat szerkesztettem, és körbe kellett menni a terembe, úgy jött elő a feladat, hogy akkor ott olvasta, és tehát, hogy rengeteg ilyen versenyszerű szituáció igen, de te is egy fiatalos tanár vagy, most egy nálad de mi is kezdjük elveszíteni a lelkesedésünket, mert nincs értelme. Hát ezért én elismerést még sose kaptam, mármint hogy vezetőségtől. Mindig az, hogy hát mert én miért reklamálok, azért mert igazságtalanság van. Hát mikor gyerekeket vernek, vagy akár egy gyereket tényleg olyan szinten vegzálnak, és hogy mert elit nyolcadikas gyermekek, hát mondhatnám, hogy bántalmaztak, mert a lelki sérülés is, vagy a lelki bántás is oda tartozik, és nem foglalkozott vele a vezetőség, mert hogy olyan gyerekek voltak ott benn abban a nyolcadikas csapatban, akiknek azért ez nem szerencsés, mert olyan szüleik vannak, hogy ez hú, nehogy, mit tudom én, híre menjen a településen, hogy hát őt előszedtük, és nem lehet előszedni. Az igen kevés, hogy fölrakják, mit tudom én, a Facebook csoportba, legtöbb pedagógus tantestületben már így tanároknak is nyilván van ilyen, és akkor ott ilyen síros fejeket küldenek rá, hogy hú, nem tudom, valaki a sapkáját a WC-be dobta a másiknak, vagy betörték a WC-ajtót, és akkor kolléga nők, vagy kolléga urak küldik rá a síros fejeket, meg a mérgeset. Hát nagyon megoldja tényleg a problémát. Na. És aki kinyitja a száját, azt azért elhallgattatják, és ebbe a törvénytervezetbe, hogy egy picit visszakapcsolódjunk, azért ezt meg is oldják, hogy el legyünk tényleg hallgattatva. Ugye itt az elején már ezt beszéltük. És azt a részét is megoldják, hogy az intézmény vezető, meg a munkáltató motivált legyen abban, hogy minél jobban sanyargassa az alkalmazottakat. Ez már eddig is így ment, de most minden, ami ellen én eddig merhet, vagy reklamálhattam joggal, azt most törvényesítik, legálisra teszik, és így már nyilván nem reklamálhatunk, hogy na, miért kell itt lennünk 5-ig, most már 6-ig is ott kell majd lenni. Nem reklamálhatunk ugye az ellen, hogy na most az integrált oktatás, ugye mi azért egy hosszú téma lenne, de hogy az SN és BTMS gyerekekkel nem tudunk foglalkozni. Azért, mert nincs hozzá végzettségünk, nem tudom, hogy ti kaptok-e gyógypedagógus vagy fejlesztő pedagógus képzést, de mi sem kaptunk. Mi ezt úgy tanultuk, hogy irányítsd a megfelelő intézménybe. Ennyi volt csupán, amit mi tanultunk róla, vagy róluk. És ehhez képest ugye törődni kell velük most ugye beilleszkedési, tanulási és magatartás zavaros gyerekeket illesztünk be, és várjuk el, hogy ugyanolyan magatartást mutassanak, mint a többi gyermek, de hát pont ez a zavar náluk, és pont erre nem képesek. És erre olyan pedagógus kéne, aki ehhez ért. És akkor ennek is nyilván megvannak a maga hátrányai, mert a fejlesztő pedagógust is úgy kell vadászni, és akkor is tanóráról fogja kivinni, amivel megint nem vagyunk előrébb. És az a probléma, hogy talán Einsteinnek tulajdonítják azt a mondást, hogyha egy minden állatot az alapján ítélünk meg, hogy hogyan tud fára mászni, akkor a hal egész életében úgy fog élni, hogy ő hülye. Tehát az a probléma az integrált oktatással, hogyha összerakom például az SNI-s gyereket a nem sajátos nevelési igényűvel, tehát a normális gyerekkel, mondjuk így, akkor ő az egész életét, vagy legalábbis mondjuk az általános iskolás éveit úgy fogja leélni, hogy ő a rossz gyerek. Közben lehet, hogy ő egyébként nem egy rossz gyerek, csak van valami problémája, és az iskolának meg kéne adnia azokat a képességeket, fejleszteni kéne azokon a területeken, hogy ő a
osztálynak, aztán a társadalomnak, ő is a hasznos tagjává tudjon válni, és ne legyen egy problémás gyerek. Hát igen, de itt ugye az van, hogy mindig mondják, hogy mert, hogy milyen kirekesztő gondolkodásom van, hogy én ezeket a gyerekeket én átraknám oda, ahol eddig is voltak régen is, mert én azért most már, tehát hogy amikor én SN is BTMS-ről beszélek, nem arról beszélek, aki mondjuk egy betűt téveszt, egyáltalán nem zavarja a közösséget, és arra még van is kapacitása a tanítónak, hogy arra odafigyeljen, és azt elfogadja, vagy megfelelően kezeljen. Azokról beszélünk, akik tényleg magatartás zavarosak, és nem is tudnak, és nem is akarnak beilleszkedni, mert jó részt itt azért benne van az is, hogy megtehetik, hogy nem viselkednek, nem is fognak. És ugye a gyógypedagógiai intézményeket, azokat úgy változtatták meg, hogy nem fogadhatják be már ezeket a gyerekeket. Tehát a szintet ugye változtatták, hogy milyen, van valami mérőszámuk, és hogy ők már nem vehetnek fel egyébként bizonyos képesség felett teljesítő gyerekeket, ami hozzánk még egyébként nagyon kevés. Ő hozzájuk, túl meg már túl okos, igen, oda már túl sok, és akkor a másik ugye a magatartás probléma, tehát nem nevelhetők, a másikkal lehúzzák, tehát pont amit mondasz, hogy ugye együtt van, és nem éri sikerélmény, nem hát. Viszont lehúzza a többit, azért lesz, aki azt mondja, hogy hát akkor én is rendetlenkedek, és akkor tényleg az egész osztályt tönkre teszi. És ő maga is, tehát a szülőnek, én ezt értem, hogy tök kényelmes, de most egy fogfájással, amivel fogorvoshoz kell menni, nem mész a bőrgyógyászhoz. Orvos, hát miért nem? Hát én nem vagyok fejlesztő, és nem vagyok gyógypedagógus. A kőműves is felépíti a házadat, rárakja a betonfödémet, meg még a koszorút is, de a tetőt nem. Tetőfedőt és ácsot kell írnod, és azt fogja megcsinálni. És ezt meg kell érteni, hogy ez egy külön szakma, még ha hasonlít is, mert gyerek, mindegyik gyerekkel foglalkozik, hát ennyiben körülbelül. És nem, tehát ez az integráció, ez hatalmas probléma, és aki azt mondja, hogy ez így jó, az hazudik, és becsapja ezt a szegény gyereket is, és viszont megnyugtatja a szüleiket, hogy dőljetek hátra, kényelmes, itt a helyi iskola, nyugodtan hozhatod, és mit tanárok meg, oldjuk meg, és ott vagyunk képzettség nélkül, mert nincs hozzá, és a gyereknek azt tudjuk mondani, a többinek, fogadd el, és ez az elfogadás, ez az érzékenyítés, és már ők lesznek a gonoszak, hogyha azt mondják, hogy hát már pedig Anita, én nem akarom elfogadni, hogy folyamatosan lögdös. De hát ő meg, az meg nem tud másképp viselkedni, hanem lögdösödni fog, tehát nem lehet, ezt nem lehet így megoldani. De egyébként a szülőnek se jó, hiszen hogyha a gyerek bekerülne egy olyan intézménybe, ahol tényleg ehhez hozzáértő emberek szakszerűen foglalkoznak, akkor javulna a helyzete. Lehet, hogy 3-4 év múlva a lögdösödő gyerek már nem lögdösödne, elfogadná a társadalmi szabályokat, és a szülőnek is otthon sokkal könnyebb lenne. Míg az iskolában, ahol ne lögdösödj, te vagy a rossz gyerek, ott már csak dafke is csinálja, és egyre jobban csúszik bele ebbe a problémába. Igen, mert itt autistákról is beszélünk, és fogyatékosokról beszélünk, tehát értelmi fogyatékosokról is. És tehát a gyerek nem tehet arról, hogy ő így született, csak meg kéne neki adni az egyenlő lehetőségeket. Mert most nem egyenlő lehetőségek, most egyenlőség van, mindenki bejárhat az iskolába, de a szakszerű velük való bánásmódot nem kapják meg. Most azt a példát tudnám felhozni, hogy például amikor kerekes székesekről beszélünk, és azt mondjuk, hogy az ő problémájukat meg kell oldani, az nem azt jelenti, hogy oda küldjük őket a 10 emeletesbe, hogy menjen föl, hanem építünk neki rámpákat, lifteket, itt is erre van szükség a például esenés gyerekeknél, hogy megadjuk nekik azokat a lehetőségeket, ahol ők is föl tudnak menni. Beszéltünk a megoldások közül tankönyv szabadságról, beszéltünk digitális oktatásról, modernebb oktatásról, beszéltünk problémás tanulóknak a segítségnyújtásáról, ezzel kapcsolatos megoldásokról. Egy dologról viszont keveset beszéltünk, és szerintem, és a tanárok elmondásai alapján ez is egy nagyon fontos kérdés, ez pedig a bérezés. Rétvári Bence a parlamentben, és egyébként rengeteg helyen elmondta, hogy a pedagógus bérek hamarosan el fogják érni az átlagbérek a 8000 forintot. Ti ezt hogy tapasztaljátok? Hogy elhisszük-e? Egyrészt elhiszitek-e, másrészt ez a tendencia, növekszik a fizetés?
Inflációhoz képest milyen mértékben? Hát infláció követő sem. Ugye a legutóbbi, ami nagyon nagy reklámja volt ugye a béremelésnek, egyébként mindig ezt így megnyomatják, és akkor a tévébe sokan látják, és egyébként ellenünk fordítják a fél lakosságot, mert mit akar a pedagógus? Hát múltkor is emlékszem, mondja Józsi bácsi a fotelbe, meg akkor is kaptak valami béremel, most is, meg így tizen nem tudom hány százalék, és akkor nézzük meg, hogy igazából az... nem az alapilletményt, hanem az ágazati szakmai pótléknak a 12%, tehát úgy emeltek 12%-ot, ami nem számít bele, ugye, amikor a nyugdíjat számolják, amikor lábpénze van az ember, lehet, hogy még a banki hitelnél, és tehát egy csomó helyen nem is veszik figyelembe. Másrészt ezzel sem vagyunk kisegítve, mert most az élelmiszerinfláció hol tart? 45%? Most tavalyról, tehát ugye egy év alatt, ugye évvégén már valamilyen 45%-os, de vannak olyan termékek, ahol 60-66, még több. Hát ugyanabból a pénzből kell lényegében szinte megvennünk. De hát átlagosan is 22% fölötti. Tehát most, ha kaptunk is mondjuk egy 10%-os béremelést, mire megyünk vele? Tehát, hogy értéktelenedik el a bérünk. És hát ez egyáltalán nem hiszem el, mert hogy itt évek óta ígérgetve van, ráadásul szerintem el is mondta, hogy 2025-re, vagy 27-re, vagy ezt így mindig így halogatják, hogy mikor lesz az. Én, amikor elkezdtem dolgozni 15 évvel ezelőtt is, már egyébként hallgattuk, hogy rendben lesznek rakva a bérek. Aztán eltelt 3 év utána, újra hallgattuk, hogy hú, de rendben lesz. És azóta is várjuk, hogy rendben lesznek rakva, és folyamatosan, de olyan szinten értéktelenedik el, hogy tényleg ugyanazt a bevásárlókocsit már nem fogom tudni megtölteni ugyanazokkal a termékekkel hónapról hónapra. És az ígéretek mindig a következő választási ciklusra szólnak. Tehát majd a következő választási ciklus felére ilyen meg olyan lesz. De most azért az ígéret mellett van még egy nagyon fontos kommunikáció, hogy ugye Brüsszel tartja vissza ezeket a pénzeket, amit ugye a magyar költségvetésből kellene ráfordítani. Szóval a brüsszeli pénz, amit ugye egyébként tényleg visszatart Brüsszel és az Európai Unió, de Brüsszelből érkező pénzt nem lehet pedagógus bérekre fordítani. Ezek beruházásokra fordítandó pénzek, nem béremelés. Hát ez pont olyan, mint hogy digitális táblára is, meg a laptopokra ugye voltak pályázatok, és azért kaptunk. De megmaradt az, hogy beázik az iskola rengeteg helyen. Itt is ugyanez a probléma, hogy nem hiszem el, hogy Magyarországon ilyen szinten nem fontos az oktatás, hogy a magyar költségvetésből nem lehet rá áldozni. Miért nem lehet? Ne fogjuk már Brüsszelre. Miért nem érünk mi pedagógusok meg a magyar gyerekek egyébként, és a magyar szülők? Tehát ez egy teljesen ilyen össztársadalmi probléma, nem csak nekünk probléma. Én is, ha kilépek, és azt mondom, hogy jó, én júniustól nem megyek, a probléma ugyanúgy megmarad számomra is. Van egy kisfiam, iskolába jár, és nem akarom már azt nézni, hogy a pedagógusok, akik őt tanítják, túlterheltek, motiválatlanok, és már eszük engem, ha sincs ilyen digitális anyagokat készíteni, meg nem tudom milyen egetrengető kísérletet csinálni, mert csak támadhatóvá tesszük saját magunkat, és értünk, sosem fog kiállni senki. Be vannak engedve azok a szülők, aki hát jóformán nem is elteti a gyerekét, mert sokszor mi veszünk nekik még 10 órait is, de bejöhet reklamálni, és olyan szinten támadhatja le az embert, hogy na hol van ez a büdös, és akkor még folytatja. És az intézményvezető most már nem ő van ott, de nem azt mondta, hogy figyeljen ide, hölgyem, így az én alkalmazottam ma nem beszél. Nem. Bejött, hol bekísérte hozzám, és itt van, és akkor beszéljünk. Na, akkor folytatta ugyanebbe a stílusba, és nekem kellett azt mondani, hogy ne haragudjon, de ebbe a stílusba én nem fogom magával folytatni, mert nem. És a problémája egyébként az volt, hogy 200 forintért a gyerek elvitt az ellenőrzőt, akkor még volt, és 200 forintért meg kellett váltani az ellenőrzőt, és igen, ezt én közöltem bele, hogy a titkárságon vehet egy ellenőrzőt, és azt mondta, hogy mert ki akar semmizni, és ez csak azért, és akkor ilyenek meg vannak engedve, amiket ennél sokkal durvábbak, nekem 2 évente olyan szintű problémáim voltak, hogy az ember már azért is föl akarja adni, tehát mind emellett, amit a tervezetben benne van, folyamatosan támadnak minket azok a szülők, akik nevelni sem tudnak, meg nem hajlandók. A Brüsszel, vagy a kormány Brüsszelre mutogatása szerintem rendkívül álságos. Ugyanis a kormány egyszerre 2 beszédet tol. Az egyik az, hogy Magyarország függetlenségét meg kell őrizni, Magyarország egy szuverén jogállam, a magyarok sorsáról a magyarok döntsenek, ezt az országot mi irányítjuk. És emellett azt mondja, hogy hát a tanárok béremelése az majd Brüsszelen múlik. Na most szerintem az világos, hogy Magyarország jövője az a ma iskolájában
fejlődik ki. Tehát attól függően, hogy ma milyen az oktatás, olyan a holnap jövője, illetve hát a Magyarország jövője. És tulajdonképpen a kormány az beismerte, hogy eladta a magyar jövőt. Tehát egy olyan országot hozott létre, ami attól függ, hogy Brüsszelből nekünk küldenek-e pénzt, vagy nem küldenek-e pénzt. Na most, hogy nevezi magát nemzeti kormánynak egy olyan kormány, aki annyit nem tud adni a polgárainak, hogy az oktatásukat fedezzék? Ugye többször említettétek azt, hogy ez gyakorlatilag Magyarországon az egész társadalmat érinti, hogy mi lesz a tanárok és mi lesz az oktatás sorsa. Mit gondoltok, hogy mi jár ilyenkor a kormánytagok fejébe? Mi lehet az oka, amikor például elkészítenek egy státusztörvényt, vagy például azt kommunikálják, hogy Brüsszel miatt nem kaphatnak a tanárok béremelést? Mi lehet ennek az oka? Hát szerintem lépjünk egyet hátrébb, és kicsit történelmi kontextusból vizsgáljuk ezt a kérdést. Azt látjuk, hogy Klebersberg Kunóék óta a magyar oktatás helyzete, legyen bármilyen kormány, kommunista, demokratikus, szocialista, Fidesz, MDF, teljesen mindegy, hogy milyen kormány volt, az oktatás helyzete mindig romlott. Tehát ne, egyetlen kormány se tud, se a Fidesz, se a baloldal olyan intézkedéseket elmondani, amivel ők az oktatás helyzetét nagyban javították volna. Na most ilyenkor azért úgy felvetődik az emberbe, hogy akkor mégis miért lehet ez? És ugye két politikai erőt az alapján lehet a legjobban összehasonlítani, hogy miben azonosak. Sokan azt gondolják, hogy azt kell megnézni, hogy miben különböznek, de ez nem így van, azt kell megnézni, hogy miben azonosak. Érdekes módon például gazdaságpolitikában és oktatásügyben a két oldal ugyanazt képviseli. És itt is felvetődik, hogy de akkor miért? És ugye az Európai Unióba való belépésünkkel gyakorlatilag eladtuk a nemzeti szuverenitásunkat. Tehát Magyarországnak kettő dologra van szüksége, a magyar kormánynak kettő dolog kell, olcsó munkaerő és könnyen befolyásolható szavazóbázis, aki majd őket újra megválasztja. Na most innentől kezdve teljes mértékben érthető, hogy az elmúlt 60-70 évben miért kellett kormányról kormányra az oktatás helyzetét egyre rosszabbá és rosszabbá tenni. Igen, én is úgy gondolom, hogy egyáltalán nem megoldani akarják a helyzetet. A megoldás látszatát akarják kelteni, hogy biztosítják a szakos ellátást, ugye ezekkel az ingázásokkal, meg átdobálásokkal, én csak így hívom. De, mint ahogy mondtam is, ugye ez minőségi oktatást nem fog nyújtani, de nem is céljuk. Tényleg szerintem is az a cél egyébként, hogy ne legyen egy értelmes nemzedék, ne legyen az, hogy józan paraszti észtel is akár ki tud következtetni dolgokat, és mögé áll dolgoknak, mint ahogy jelen esetben éppen mi tesszük. Befolyásolható legyen, így van, ne legyen saját döntése, ne legyen saját akarata, és ugye azért tudjuk, hogy ez globális szinten is elvárás, nem is csak magyar kormány programja, vagy hát titkolt programja, de én úgy gondolom, hogy... Hát minket azért tartanak az Európai Unióba, hogy az itteni emberek majd olcsón elmennek Németországba dolgozni. Egyébként nagyon jó garantálja ebbe a státusz törvénytervezetbe a kormány azt, hogy ez a rendszer ez életképes legyen, és biztosítva legyen, hogy mindaz, akár a többlettanítások, akár ugye a rendkívüli munkavégzés biztosítva legyen, mert hogy az igazgatóknak, és akkor ezt így olvasom is, hogy ösztönzési kereset kiegészítést biztosít, igazgatói jutalmat, és a legszebb egyébként, hogy cél, feladat, eredményes végrehajtásáért céljuttatást kapnak. Na most nyilván nem az lesz a cél, feladat, hogy Józsika vagy Katácska nem tud jól olvasni, és majd az igazgatónak az lesz a cél, feladat, hogy tanítsa meg akkor erre, ha mondjuk egy tanító szakos intézményvezetőről beszélünk. És sokkal inkább azt gondolom, hogy a statisztikák kozmetikázása lesz a feladat, a bukások visszaszorítása, legalábbis ami látszik. Tehát nem engednek ugye minket osztályozni, nem engedik majd, hogy buktassunk, már most sem, de ez még jobban legalizálva lesz, mert hogy ők akkor úgy elfog. Én úgy gondolom legalábbis, hogy ez ilyesmiről szólhat, ne legyenek intők, ne legyenek beírások, csillogó-villogó iskolák legyenek látszólag. Az, hogy mi van a mélyén, az egyetlen nem lesz fontos.
különben miről szólna ez a célfeladat eredményes végrehajtása, és miért kell az igazgatóknak még plusz díjazás ilyen álságosan megfogalmazott dolgokért, az azért több mindent felvet, és amit még probléma, hogy az igazgatók érdekeltek egyébként abba, itt beszélgettük ugye a rossz magaviseletű gyerekeket, de nekik érdekük, hogy ezeket is felvegyék, tehát hogy bármennyi gyereket, még hogyha nem is az ő körzetébe tartozik, felvegyem, mert megvan, hogy 151 gyerektől, 401, 1001 gyerektől ugye bérkiegészítéseket kap. És nem mindegy, hogy ő 30%-ot kap, 41%-ot, 66 vagy 87%-ot kap, és fel fogja venni, és mi hiába panaszkodunk, hogy ne haragudj, főnök asszony, de ez a gyerek, ez nem csak engem üt, de akár engem is, hanem a társait is, a betonba veri be a társa fejét, belelép a gyomrába, rálép a fejére, nyilván előtte a földre terítette, és nem történik semmi. Hiába jelezzük a problémát, és erre mondtam a sok pedagógus már legyint, hogy akkor jó, itt nincs is baj. Tehát, hogy érdekeltek abban, hogy jó, legyen sok gyerek, mindegy, hogy tudnak együtt létezni, hogy tudnak tanulni, hiszen össze is vonják őket, tehát ugye már az is le van írva, hogy a saját osztályoddal egy másik osztályt is összevonhatsz, és úgy is taníthatóak a gyerekek, ez megint ugye megoldja a tanár. De egyre kevesebb tanára lesz szükség, mert 40 főt is lehet. Hát nagyobb termekkel lesz szükség, őket. Így van, egyébként nem tudom hova, mert 60-80 éves padokon ücsörgünk, vagy székeken ücsörgünk és padoknál tanulunk, úgyhogy ez ilyen szinten nincs megoldva. De én úgy gondolom, hogy ez szépen ez a bólogató rendszer, ez így biztosítva van, mert akkor a tankerület elvárja az igazgatótól, az igazgató elvárja a pedagógusoktól, az alkalmazottaktól, ugye. És mi vagy bólogatunk, amit én nem szoktam, vagy pedig hát ellenállunk, de minél többünknek kellene, vagy pedig fölállunk és kilépünk, tehát hogy itt ez a három megoldás. Szerintem az nem egy ördögtől való dolog, hogy a pedagógusoknak például teljesítmény alapon mérjék a fizetését, mert tényleg úgy van, hogy aki rászán el rengeteg időt, mondjuk online anyagokat készít, kísérleteket készít össze, az igenis kapjon több fizetést, mint aki bemegy, hát ilyen órát már tartottam 100 milliószor, a gyerekekkel nem foglalkozik, nem megy oda, hogyha a két gyerek veri egymást. Tehát én tényleg úgy gondolom, csak az a probléma, hogy ezeket nagyon jól kéne szabályozni. Tehát, hogy mi számít teljesítménynek. Bizonyos iskolában már az is teljesítmény, hogyha a kémiától nem undorodnak a gyerekek. Máshol pedig az a teljesítmény, hogyha a te általad tanított diák 10. lesz egy országos versenyen. És ugye nem látjuk, hogy ez a kettő egy szinten lenne, pedig sokszor az, hogy a gyerekek nem undorodjanak a kémiától, sokkal több. Csak még nagyon naív vagy, mert sajnos ez nem így van. Tehát nem azt nézi az igazgató, hogy dolgozom én, vagy hogy dolgozik a kollégám, hanem hogy mennyire bólogat, mennyire tud hízelegni, és akkor most nagyon szépen fogalmaztam, nem érdekli, sajnos. Biztosan kivétel nyilván van, de nagyon sok intézményvezetőt nem érdekli, hogy te egyébként mit teszel az órán, és hogyan készülsz otthon, és mennyi energiát fektetsz bele. Sokkal inkább érdekelt abban, hogy hallgassál, mint amit le is írtak, ne beszélj problémákról, és akkor lesz, na majd akkor lehet, hogy emelik a béredet, vagy nem, tehát ebbe is majd reménykedhetsz, hogy most akkor észreveszi az igazgató, hogy gyereket hízelektél-e neki, vagy nem. Tehát én ebben látom a veszélyét, hogy ez megint hatalmas ellentéteket szül a tantestületben, és egymásnak ugrasztja a pedagógusokat, és már amúgy sincs egység, már rég nincs. Hát ez tipikus szovjet tempó, ami ma az oktatásban megy, hogy teljesen mindegy, hogy a gyereket hogyan tanítsuk, csak a szaktanár írja be, hogy én ezt a gyereket tanítottam, teljesen mindegy, hogy 400 gyerek ült azon az órán, és senki nem értett semmit, meg nem is hallott, nem is érdekelte, csak be legyen írva, hogy ezek készen vannak. És amit még ugye, amiért kaphatsz, itt le van írva, ugye önkéntesen vállal többletfeladatok. De még mit? Azon túl, hogy hétvégén is berendelhetőek leszünk, és leírja, hogy egy hónapban nem kell aggódni, csak 4 hétvégét kell rendelkezésre állni. Hát egy hónapban azért nézzük már meg, hány hétvége van, és akkor tehát mindegyiken álljunk rendbe, vagy készen létre, mert ezt így hívja, ügyeletnek hívja, amikor ténylegesen ott is vagy az intézményben, de egyébként álljál készen létbe. Ne tervezzél semmit, és egyébként azt sem értem, hogy a sportrendezvényekre miért nem mehet el a gyerekkel a szülő. Nekünk is van gyerekünk, mi is elmennénk vele. Nem gondolom, hogy ez jó irány, megint a családot is szétzilálják ezzel, én úgy gondolom, mert hogyha elmész a gyerekeddel akár egy vetélkedőre, sportversenyre, akármire, akkor legalább együtt vagytok, látod, hogy a kis porontyod milyen ügyes,
És nem a pedagógus van ott vele, hanem ő is lehet a családjával. Tehát rengeteg. Szerintem az is visszás, hogy egy munkahely az ne az önkéntes munkát jutalmazza, hanem azt, ami a szerződésed bele van írva. Tehát milyen önkéntes munka az, amit azért válasz, hogy kapjál fizetés ki? Egy záró kérdéssel fordulnék mind a kettőtökhöz. Próbálnék egy pozitív véget keríteni ennek a videónak, de őszintén nem tudom. Úgyhogy az lenne a kérdés, hogy hogyan tovább mindkettőtöknek? Maradsz-e a pályán, és hogy még mindig tanár szeretnél lenni? Hát én megmondom őszintén, hogy én most nagyon, nagyon elgondolkoztam. Mint ahogy már említettem is, úgy gondolom, hogy ez már nagyon megaláz minket, ez a törvény, és nagyon kihasznál, és még mindig csak ígérgetik a fizetést, de mondom, nem is csak a fizetést, hanem itt rengeteg mindent rendbe kellene rakni. Hogyha ez nem változik, és úgy gondolom nem fog változni, akkor hosszú távon valószínűleg én nem fogok tudni maradni, mert nem bírok már mindig azon idegeskedni, meg vitatkozni, meg lázadni, meg reklamálni, amilyen igazságtalanságok vannak. Nekem a legfőbb, amit ha megoldanának, akkor valószínűleg ez nem is okozna nálam fejtörést, az, hogy a nem oda való gyerekeket vegyük ki a normális, átlagos iskolából, és ha csak néhány ilyen precedens értékű dolog lenne, és látná azt a gyerek, hogy hát ő igenis áthelyezhető, már másképp viselkedne, tehát ne gondoljuk azt, hogy ők nem is tudnak, dehogy nem, csak meg van nekik engedve. Látná azt a gyerekek, hogy hát igen, itt tanulni kell, ő jól felfogott érdekükben, akkor az is már változtatna nyilván a nézeteimben, mert lenne értelme. Tehát én addig vagyok a pályán, amíg látok olyan gyereket, mint ahogy akár ma is, mert én az iskolából jöttem most is, akiknek még csillog a szeme, még visszajön ez a tudás, amit átadunk, akár akiket meséltem 11-esként, úgy jönnek vissza, hogy utólag is elismerik, annál inkább, mert azért már akkor érettek, elismerik a munkámat. Amíg ez így kell, és amíg ez így jó, akkor az ember megpróbálja lenyelni a békát, de mindennek van egy határa. Tehát, hogy ezt a kettőt kell mérlegre tenni, hogy igen, szeretem csinálni, szeretem a gyerekeket, még van, akiért érdemes, de azért jó lenne, mi is meg tudnánk élni, és lenne tiszteletünk. Úgyhogy nem tudok egyértelmű választ adni, de én nagyon, nagyon szeretem, amit csinálok. Nagyon örülök, és büszke is vagyok egyébként arra, hogy pedagógus lettem, és ott, ahova szerettem volna pedagógusként eljutni, de nagyon sokat gondolkozom ezen a témán. Én mindenféleképpen szeretnék végezni az egyetemen, és utána, hogyha lehet, akkor szeretnék is tanítani. Tehát én annál keményebb ember vagyok, mint hogy egy Orbán kormány eltántorítson a terveimtől, és remélem, hogy ez így is fog sikerülni, és hát bízom benne, hogy addigra azért Magyarországon olyan irányba fordulnak a dolgok, hogy a oktatás helyzete is javulni fog. Bár kevés esélyt látok erre, de a remény hal meg utoljára. Nagyon szépen köszönjük, és nektek is köszönjük, hogy megnéztétek a videót. Annyit kérünk még, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, hogy ne maradjatok le a következő videókról sem.